Szeretettel köszöntöm a Sportás ma esti adásának kedves nézőit, és mielőtt bemutatnám mai vendégemet, egy vallomással kezdem. Hát nem lehet mondani, hogy én az utóbbi 20 év magyar labdarúgóit különösebben elkényeztettem volna, de az a helyzet, hogy aki velem szemben ül, ez mondjuk az utóbbi 20 év labdarúgói közé tartozik, és én hát elfogult vagyok vele. Bírtam mind a játék stílusát, mind a stílusát a pályán kívül. Na szóval, jó napot kívánok, sose tegeződtünk. Keresei Krisztián a vendégem, örülök, hogy eljött. Én is köszönöm szépen a meghívást. Mindig azon tűnődöm, hogy maga szerencsés ember vagy nem. Ezt sokszor beszélgetünk, mert egyrészt szerencsés, mert magában van valami. Másrészt szerencsétlen, mert ami magában van, abból akár extra klasszis is lehetett volna. Ugye sokszor mondtam már, sokszor beszélgettünk erről, és egyébként maga is, sokszor önkritikusan, nem csak nekem, de hát kezdjük azzal, ami benne volt. Tehát ami tetszik például azon kívül, hogy olyan vagány stílusa van, és hogy mindent reálisan lát ezzel együtt, hogy maga imádja a futballt valóban. Hát igen, nagyon. Ugye most már beszélhetünk kicsit múlt időben is. Hát még ma is játszik. Igen, azért mondom, hogy 41 éves elmúltam, és még mindig pályán vagyok. Szerintem óriási dolog, és már hányszor mondtam azt, hogy ez lesz az utolsó év, de valahogy mindig az jött, még egyet ráteszünk, még egy évet. Nyilván ahhoz kell az is, hogy... Na most mi van, cselez, vagy pedig inkább leadja? Hát is. Még most, például hétvégén... De a fiatalok nem érik utol? Hát 5 méteren még nem, de hatomban simán. Jó, de ahhoz, hogy nem rúgnak alá, nem fél. Hát azért próbálgatnak, de még mondom, 5 méteren még nehéz megverni, de amikor már 10-ig kéne futni, azt már nem vállalom be amúgy. De akkor többet passzol, mint régen. Hát többet, igen. Valamivel többet, igen. Szóval úgy érzem, hogy mindig, tehát mindig úgy éreztem, hogy még van bennem egy év. Most már tényleg lehet, hogy ki kell mondani, hogy ez lesz az utolsó év, bár ki tudja, hogy mit hoz a jövő. Ugye most is úgy volt, hogy végülis befejezem, aztán kaptam a Bozsik Petitől még egy ajánlatot ugye télen a Komáromba, megye egyes volt a Komárom, hogy jöjjek le, játsszak, meglátod. És följutottak? Följutottunk nagyon simán. Igazából köszönöm. Centert játszik? Igen, centert. Igazából ilyen szabad, amit azt a Peti, azt csak amit akarok, nyilván van egy kis megkötés, de lényeg a lényeg, hogy lementem, úgy volt, hogy majd meglátjuk, ugye ott van osztályzó, ugye a megye egybe, tehát nem tudsz följutni azonnal, hanem játszik ott, az elsők játszanak egymással. Hogy igazából neki arra lenne szüksége, hogy az osztályzón, ugye megéltem már én jó sok mérkőzés, jó sok ember, ha véletlenül olyan csapattal kerülünk össze, akkor én biztos nem fogom összekakírni magam. És mondtam, hogy rendben van, de hát úgy hozta az élet, hogy a harmadik forduló után, előtte csak csere voltam, megbeszéltük, hogy edzenem is kell. Ugye, jár edzeni? Járok, igen, háromszor megyek le, és hát elkezdtem rúgdosni a gólokat. Rúgtam 20 gólt 13 meccsen, vagy 14 meccsen, jött az osztályzó, ugye ott két meccs, két gól, két gólpassz. És akkor jött a nyár, hogy NB3, ugye mindenki boldog volt, tényleg nagy öröm nekem is, mindenhol jó bajnoknak lenni, ugye voltam NB1-be, NB2-be. És ilyen öregem még sose volt. És ilyen öregem még nem voltam, és akkor bajnok lettünk, és akkor mondom, nem maradnék-e még az NB3-ba segíteni a csapatnak, azért ez a rutinna, és akkor igazából nem is kellett nagyon egyezkedni, mondtam, hogy rendben, akkor még egy évet meglátjuk. De hát ott már meleg, az NB3 azért jobb. Hát azért az már sokkal jobb, tehát azért ott menni kell. De most ahhoz képest rúgtam már két gólt 5 meccsen, egyet kihagytam sérülés miatt. 8-ok vagyunk, tehát igazából egy ilyen csapatnak ez nem is rossz eredmény is, és azt kell, hogy mondjam, hogy mindenkinél jobbak volt, tehát jobban játszottunk. Tehát ez úgy örömteli, és hogy nem, meg az, hogy nem lógok ki. Tehát ha kilógnék lefele nagyon, akkor azt mondanám, hogy veszem a kalapom, hát hogy néz ez már ki? De nem. Mondom, hogy imádja a futballt, de a nézőknek mondom inkább kikacsintva, hogy higgyék el. Mert egyébként azt hinné az ember, hogy nem. Maga egy kicsit... Igen, link. Hát ezt mondták régen is. Egy link, ezt nem akartam ezt a kifejezést használni, mert azt tudom, hogy nem. Igen. Hanem, de hát ilyen laza csávó. Hát egyébként laza csávó, mert nem volt a edzéseken a... Tehát rendben van. Erről majd beszélünk, jó. Mert én szerintem, ahogy sokszor beszéltünk mi már kettesbe, ugye maga egy hős lett volna, egyedül nem lehet megváltani a világot. Nem, tehát a körülmények voltak olyanok, hogy igen. A maga a legjobb lett volna, akkor se. Tehát
Tehát maga csak a körülmények áldozata lett ezzel a képességgel. Hát igen, én nagyon sajnálom egyébként, ugye többször beszéltünk, és mindig elmondtam, hogy ebben több lehetett volna ebben az egész karrierben. Vagy... De Magyarországról nem lehetett több belőle. Hát nagyon nem. Ugye volt menedzser, aki kiküldte, sose fogom elfelejteni, kiküldte a CD-met 10x éve Spanyolországba, és megnézték, és nem hitték el. Hallottam, hogy a Szendrei Józsi megkereste, hogy egyszer, hogy az Atletico Madrid. Azt ő el is elintézte igazából. Ugye. De akkor már nem játszott volna szerintem. Ez 95-ben volt. Ja, még olyan... Persze, ja, hát akkor még el... Igen, 95-ben volt. Ja, nem azt hittem, ez már pályafutás vége. Nem, ez 95-ben volt. A Fradival játszottunk a Népstadionban, akkor még Népstadion volt. És megmondom őszintén, nem volt semmi extra a játékom. Nem játszottam olyan nagyon, de ott voltak az Atlétikónak. Igen, és a Szendrei ugye kim volt Spanyolországban sokáig, Málagában. Én egyet ólóztam tényleg egy szépet, nem ment be, de mindegy. Hát azért lehetett látni, hogy nem pattan el. Hát nyilván, és akkor jött a Józsi, hogy akkor itt van ez a lehetőség, ők szeretnének leigazolni engem. 90-ben még volt rá sansz. Boldog volt, nagyon boldog volt, mondom én. De annyira azért nem voltam elállt. Tehát ezért is beszélgetünk, hogy bennem mindig volt egy ilyen kis, nem is tudom ezt, hogy mondjam, hogy annyira, hogy nem foglalkoztam. Jó, tök jó lenne, de most ha nem. De ugye nem engedett el az MTK, ugye akkor még volt ez, hogy dehogy mész, itt maradsz. És nem sikerült. Pedig azért én azt gondolom, hogy azért ez egy nagy dolog lett volna. Hát tehát, vagy beválik, vagy nem. Igen, nyilván. De... Mert szóval rendben van, hogy ez még a fiatalabb korában volt, de már akkor hátrányba került. Tehát ez hosszú folyamat. Igen. Mert egy év biztos bekerült volna, hogy amíg azt a tempót egyáltalán, mert ön gyorsan gondolkodott, jól cselezett, jó. Más azért hát, teljesen. Igen, csak azt mondom a mai fejemmel, ugye ma meg már az van sajnos, hogy kettőt belerúgunk egyenesen a labdába, és már megyünk ki, és aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Ha fél év, ha egy év. Olyat, aki kettőt belerúg? Hát, ha kettőt bele tud rúgni. Mert ahogy nézem ezt a mezőnyt, egyre kevesebb, aki kettőt bele tud rúgni. Hát igen, én azt mondom, és én ezt mire is... Mire véli ezt egyébként? Nem tudom. Hát ez sokkal jobb a szansz ma, mint volt. Igen, nem? Sokkal, de hát azért is mondom, hogy igazából... És mégis. De igazán van? Igen. Hogy alig rúg be, aki bejelked. Nem, hogy kimegy. Egyáltalán nincs. Én azt mondom, nincs egyéniség ma. Na, ma már a pályán nincsenek. Hát, de mi? Vagy rosszul van. Vagy mi még... De ugye, maga mi, benne él. Igen, én még ugye annak idején... Miért nincs? Egy sincs. Nem, mi még a Grundon tanultuk ezt a futballt. Lementünk focizni a Grundon, éjjel-nappal. Karácsony volt, sose felejtem, a szüleim csinálták a karácsonyi ebédet. Mi meg lent fociztunk a ketrecbe, és fölmentünk 3 órakor, vagy fél, amikor ugye kezdődött a karácsonyi ebéd, meg az olyan, mi addig lent fociztunk. Ha hó volt, hál' Istennek, akkor volt, és jó volt. Manapság nem ez van, mindenki üldögének otthon a gyerekek, elmennek az akadémiákra, elmennek a... De ez hogy van, hogy onnan nem jön ki egy ember? Hát nem tudom, igazából nehéz. Én most annyiban pozitívan tudom, hogy mit csinálunk, ugye ez az egyéni képzés, meg az MTK-nál van a talent program. Ez egy nagyon jó dolog. Én ezt mindenhol próbálnám bevezetni. És onnan ki jön majd? Szerintem onnan lesznek játékosok. Azért volt egy jó korosztályú, a Kanta Józsiék, meg a Lencséjék, tehát ugye az MTK-nál maradjunk. De hát az is egy elfuserált korosztály lett a vége. Jó, de azért... Belül még olyan se lett, mint a maguké, pedig a maguké sem volt a diadalmenet, tehát nem. Hogy olyan... Sajnos nem, a milyen sem volt. Pedig maga, ahogy mondom én magát, nagyon is tehetségesnek gondolom. Igen, tehát, csak ugye mindig azt mondják, hogy a tehetség azért nem minden. Tehát tök jó, hogy tehetségesek voltunk. Az itt volt a Tököli, a Lisztes Krisztián. Azért, ez mind tehetséges igen, ember volt. Igen, a Lisztes bizonyos fokig be is váltotta. Igen, bizonyos fokig. Igen, ő játszott Németországban. Bundesligában azért az egy nagy dolog. Igen. De a Kriszben is valószínűleg több volt, mint amennyit ugye játszott. Azért én is elmondom, persze én játsztam Kínában. Ugye mindenki akkor azt mondta, hogy Kína. Hát minden világsztár oda megy. Milyen volt Kínában? Amúgy jó volt. Gyors volt a játék? Hogy gyors volt. Azt hitték, hogy ugye én 2003-ban mentem ki, akkor igen. Volt ilyen gyerekcipőben. És akkor már jó volt? Jó, nagyon jó volt. Tényleg, én csak úgy tudok róla beszélni, hogy jó. Az, hogy hogy él az ember kint, az egy más kérdés. Nem arról beszélek, hanem hogy a futball gyors volt? Futball nagyon gyors. Tényleg, azért mondtam, igen, gyorsabb, mint itthon. Már taktikailag, igen, taktikailag fegy hát nagyon... Ez a probléma. Fegyelmezetlen. És miért?
Hát miért gyorsabb? Ez a kérdés. Hát, na jó, menjünk sorba. 95-öt mondta, jól emlékszem, 93-ban volt? Igen. Ugye az MTK? 93. Hát először is, hát ugye az is óriási magában, hogy akárhol volt, magát imádták. Tehát az MTK-ban is imádták, Zalaegerszegen is imádták, Győrben is imádták, Vasasnál is imádták. Igen, imádták. De tudja miért? Mert akiről leri, hogy van valami köze a labdához, azt imádják. És a másik az, hogy maga nem csak a pályán volt őszinte, hanem a pályán kívül. Igen. Sose mondta, hogy gyerekek, ez a ember itt mit dumál meg, nem tudom én. Igaza van. Tehát, hogy ez... Volt sok vitám, azért ugye, hát nem is olyan sok, de az edzőkkel is. Volt többször, hogy bennem volt az a, ami szerintem most ezekből hiányzik a maiakból, az a csak azért is. Tehát amikor kihagytak meccsen, például az MTK visszakanyarodva, amire emlékszem, még a Sanyi bácsi, Egerváli Sanyi bácsi is kihagyott egy meccsen, dúzok, leültem oda, kérdezte a többi, hogy mi baja van? Hát mi az, hogy most lehet csere lesz, és akkor na azért is megmutatom, és akkor beálltam, gólt rúgtam, hogy megmutassam, aztán ment fokozatosan, hogy jött a Hengtenkáte oda az MTK, emlékszem, az rúgtam két gólt, kezdő voltam kétszer, de nem tudom, hogy jobb oldali szélsőt akart belőlem csinálni, mindig mondta, olyan leszel, mint Overmars. Nem akarok olyan más tenni, nekem nem áll jól az a poszt, és akkor csak kifele vidd, és adjál be. Nekem, Kleiber, igen, jobb én nem ez a játékos vagyok. Fogtam, behúztam befelé, ballal gól, Siófokon, bomba volt, rúgtam ballal. Mondta, hogy hát jó, de nem ez volt megbeszélve. Jó, mondom, mindegy. Ballamon, magon, nem? Nem, mert hogy nem ezt akar. Jött a hazai meccs Nagy Kanizsa ellen. Megint mondtam, most már azt csináltam, hogy jó, persze. Behúztam, megint ballal gól. Következő meccsen kihagyott. Mentünk Szombathelyre, csere. Na, mondom, ez nagyon jó. Mondom, mit csináljak még? Kihagyott. Aztán mondtam, azért is beállok, és beálltam Szombathelyen, egy ilyen nagyon éles meccs volt, megint gólt rúgtam. Csatáról is akkor, hát már nem tudom. Talán itt Szombathelyen is volt, nem? Igen, én ott 5 évet játszottam. Hát, ugye, most így, ahogy mondom. Azt akartam mondani, igen. Hogy ott is úgy, hogy szerettek, most is még írt, nem is Facebookon, de van egy ilyen csoport a haladásnak, és akkor írták, hogy az a csapat, ugye a harmadikok lettünk, és ugye a Kenő, hát az egy igazi csibész, hogy ennyire szerettük. Tehát nagyon jó érzés. Miközben maga nem egy igazi csibész, szerintem. Hát, egy ilyen moderált csibész, igen, nem? Igen, egy kicsit ilyen, igazi. Igen, tehát, hogy csibész, igen, de azért. Igen, de szóval ön egy... Ilyen konszolidált csibész. Igen, inkább az, igen. Azért én is meg tudom emelni a hangom, én is meg tudom, de akkor már nagyon ki kell, hogy borítsanak, hogy például pályán is, hogy bár régen Zalaegerszegen volt sok, szóval például, hogyha előrébb kanyarodunk, hogy hát, úgy azért ott azért mondogattam a magamét. Hát először is ott kezdem a Zalaegerszegen, nekem az jut eszembe, ha jól emlékszem, de javítson ki a rosszul, hogy először is a Kopláró is maga helyett rúgta a gólt. Igen, de jó, hogy mondjam, mert a feleségem pont ezen szokott röhögni, ha ez előjön ez a sztori. Na, mert meséljük el akkor. Kopláró is helyetted állt be. Ugye a Manchester ellen. Híresebb ember lett itt. Igen, abban a szituációban pont, igen. Hát az egy jó sztori volt. Ugye végig szenvedtünk a Manchester-en. Szenvedtünk. Hát de nagyon jó meccs. Tehát igen. Az ember, tehát ilyen közönség. Itt volt Pesten, csak igen. Mondjuk el a nézőknek. Igen, itt Pesten, igen. A névstadionban. Olyan hangulat, úgy készültünk, és azért úgy nem volt rossz, mert persze azért egy Manchester United jobb. Null, és láttam, hogy cserél a Peti, bocsi Peti, mondom, azt nem hiszem, hogy engem cserél, hogy ez a gint. És lecserélt, beátértem, hogy a Béla, és hát első labda én is. Gondolom. Na hát akkor kivertem biztosítékot, dúzogtam, nem tudom, meddig mondom, nem hiszem el. Ugye volt, elmondhatjuk a Flóri, ugye van egy könyve, és akkor abban pont olvastam, írt erről azt az ő, és akkor mondja, hát, hogy ő is úgy menj, hogy csípet, ugyan csípet. Hát, hogy a Kenő azt mondja, hát még másnap is duzzogott a izé, meg a buszon fönnük, mi a bocsánat, hogy ezt mondom, mi a francokat foglalkoznak még mindig a Bélával. Majd ezt kivágjuk. Mi a francokat foglalkoznak a Bélával, mi? Azért már rúgott egy volt. Hát igen, sajnos. Évekig. Igen, és évekig. De tönkre is tette, sajnos. Hát, szóval, de nem kellett volna, hogy tönkre tegye. Nem, de azért őt azért kivicelték. Tehát, és akkor emlékszem, hogyan? Abban az időben azt mondta, hogy nem az a baj, hogy a Manchestertől kaptunk 5-öt, hanem hogy a Zágrábtól kaptunk 6-ot. És ez a nyilatkozata látja, sok-sok év múltán is bennem maradt, hogy ön egy józan ember. Igen. Hogy
ezért is tisztelte magát mindig, hogy valóban. Hát mondd már, United Zalaegerszeged, miért a 26-0, akkor is hát más dimenzió. Más is kapott, emlékszem az olimpiákhoz pont abban az évben, hogy előtte való éve kapott 6-ot. Hát, és azért, mert most de kapott. A Zágrávtól valóban, és abból kiderült, hogy milyen, innen a szomszédtól is milyen nagyon messze. Nagyon-nagyon. Ugye kimentünk, és ott jól kezdtük a meccset, emlékszem, ki rengeteg Zalaegerszeg szurkok jött. Ugye, és azért volt ez fura, mert igazából mi a NK Zágrában játszottunk, a Manchester előtt. Ugye itthon nyertünk, ott kikaptunk 2-1, de mi jutottunk tovább. Tehát nem gondoltuk volna, hogy ekkora különbség van még Zágráv között, a csapatok között. És ugye az még jó is kezdtük a meccset, helyzetünk volt, 2 is. Nem mondom, ez itt nem is lehet probléma. És egyszer csak ott eladtunk labdát, hátul gól, egyből berúgták, jött a következő, megint berúgták, 3-4, és akkor ott voltunk, hogy hát ez így már tényleg csúfos, és ugye 6 lett. És még a visszavágón is kikaptunk, akkor Győrbe játszottuk a visszavágót, igen. És kikaptunk azt hiszem 3-1-re. De ott is simán, rengeteg helyzetünk volt, amúgy nem tudom. De ugye úgy értem, hogy simán az összesítés az a botrány is volt. 9-1 lett. Tehát, igen. És igen, és ezt mai napig én vállalom, hogy nem az a baj, mert most persze mondhatják, hogy 5-öt kapni, és akkor mi van 5-öt kapni Manchesterbe. De az Ágrában lehet 6-ot kapni. Ott egy 2-0, 2-1, 3-1, még azt mondom, oké. Na de ennyit nem szabad kapni. És ezzel ugye le is húztuk egy kicsit saját magunkat is, ugye viszont jó teljesítmény nyújtott le magunkat, meg egy picit a magyar focit is ezzel, mert ahogy mondta, azért nincs olyan messze Zágráb. Hát nincs. Ide. Hát és, itt van szóval 4 óra. Igen, és ekkora különbség volt. Hát azóta nem csökkent. Ez a rossz hírem. Sőt, hát az a probléma, hogy ha őszinte vagyok, az, hogy a kenesei tököli csatársort sírjuk vissza, igen, hát azt nem hittem volna. Ez komolyan, nem azért, mert bántani akarom, persze. Hanem, és hát hol vagyunk mi attól? Hát egyébként szomorú. Hát de az a helyzet, szóval, hogy komolyan volt. Szóval szomorú, és el lehet mondani, ugye sokat beszélgettem, mert én is azért megállítanak, meg a kluboknál, hogy azért annó volt igen egy tököli, volt egy Kovács Zoli, volt ugye szegény Fehér Miki, voltam én, volt egy Horváth Feri, ugye a hasonló korosztály, akik akkor játszottak. Hát mondjuk a Szalait ide veszem, mert az játszott nagyon sok Bundesliga meccset, tehát azt megadom azt neki. Akarom pont mondani, hogy lehet őt bántani, meg lehet, hogy... Nem, én épp azért mondom, de ezt komolyan nem mondom. Tudja, hogy ilyen komolyan... Igen. Tehát én ezt... Tehát ez rendben van. Én azt mondom, a Szalai karrier rendben van. Igen, de akkor is a Szalai miatt nem sírom vissza mondjuk a keneseit, vagy a tökölit, mert a Szalai van abban a kategóriában. Sőt, lehet, hogy jobb is. Nem tudom, azért, de nem jobb futballista önnél, nem, de... Nem az a stílus. Más, igen, nem az a de, stílus. Tehát nem azt akarom mondani, de általában a magyar NB1-be. Tehát ezt... Nem tehát nagyon, tehát a Szalai az persze, az rendben van. Igen, az... azt akartam mondani egy kicsit az ő védelmében, és nem nekem nem kell megvédeni. Igen, csak hogy értsék, igen. hogy azért ő játszik Bundesliga, azért 3 gólt rúgott, ugye 2 vagy 3 meccsen hát a Bundesliga. Megjátszott, nem tudom, 100 Bundesliga szóval, meccset, vagy 100, nem is tudom. Ezt nem lehet elvenni. Nem. Az, hogy milyen kategóriai játékos, azt mindenki... Azon lehet meditálni. Igen, azt mindenki döntse el saját magában. Csak azt mondtam, hogy ne az legyen, hogy maguk a Istenek és Szalai nulla. Nem, szó sincs. De általában a színvonal, azt akartam mondani, hát messze van attól. Igen. Tehát ez a probléma. Nem a Szalai színvonala, hanem mert az Bundesliga színvonal, ha oda befér, akkor nincs miről beszélni. Nem tudunk vitatkozni. Hát nem is akarok. Hát szóval, persze, hogy nem. Csak a tények kedvéért, a korrektség kedvéért mondtam. Egyébként a válogatottban, ugye, hát majdnem 30 szó volt válogatott. Igen. Az nem semmi. És hát volt egy sorozat, én emlékszem, amikor az első meccset Svédországban játszottuk, az a legelső meccs volt a selejtező sorozat. És, szerintem az élete legfontosabb gólját lőtte, akkor úgy gondoltam én legalábbis, mert Stockholmba X-elni. És vezettünk 70 percig, úgyhogy az nem volt úgy, rossz. Úgyhogy nem tudom, olyan rosszul nem álltak fel a svédek. Hát, most azért a mai fejben, ahogy így visszagond, meg láttam, ugye többször megnéztük. Nevet csak úgy van. Azért jó. A világ egyik legjobb csatára, ugye ott biztos, játszott akkor. Biztos ismerik néhányan. Hát lehet, nem tudom. Nem tudom, mondjuk a nevet, de. Jó. Z-I. Igen. Jó, de jó, rendben van. Szóval, hogy Ibrahimovics is nem tudom kicsoda, és még sokan mások, Cselström, és nem tudom. Igen. Szóval nagyon erős svéd csapat volt, és nagyon is jól álltunk. És még azt is sikerült elrontani. Pedig akkor, és most nem úgy mondom ironikusan, mert akkor valóban úgy nézett ki, hogy van valami szansz. Igen. Ha letoltad Rigáig,
Én azt gondolom, hogy az, tehát ott volt a... Ott volt a mélypont, ugye, ott kim voltunk, találkoztunk, hát, és meccs előtt, ugye Imre bácsi volt az edzőgele, Imre bácsi, és tényleg jó álltunk, és bizakodó volt mindenki. És még jó is kezdtük, ugye én kezdtem végig, aztán ott kihagyott, csere lettem, már nem mondom, hogy ki játszott helyettem. Ugye gyakorolgattuk még meccset, a szabadrugásokat, jó is ment meg, majd. De jó is kezdtük a meccset, én emlékszem, rúgtunk vagy 8 szögletet. Ugye a Krisztián adogatta be folyamatosan, kifejelték, és ugye az egyiknél kifejelés volt, egy ilyen gyors játékosuk, meg nem mondom a nevét. Elől? Igen. Verpakovskis. Igen, és ugye elvitte szinte saját térfélőbe, ja, beütötte 1-0, 2-0, de még akkor is volt, és sajnos az volt, és emlékszem, volt egy szabad, beálltam fél időbe, volt egy szabadugás 16-ról előttem, és ennyivel mellé ment. És jöntek, hát de tegnap berúgtad edzésen, hát igen, de... Minden nap más, hát sajnos most nem sikerült. És ugye ott szakadt meg ez, és azt hiszem utána nem is tudom. Hát a lényeg az, hogy ha ott nyerünk, akkor valószínűleg benne is vagyunk. Igen, akkor jók vagyunk, aztán ugye Lengyelország, az előtte volt, vagy utána, nem tudom, 0-0, az még egy... Igen, és itthon kikaptunk. Na, de az nem volt már olyan nagy tét. Hát igen, már úgy emlékszem, hogy a Lettország volt az igen. Igen, mert a letteket ugye megvertük. És hogyha a letteket megverjük ott is, mert itt megvertük. Itt megvertük 3-1-re. Igen, vagy és egyébként az elég jó csapat volt az a lett. Hát jó volt. Utána Ebbén is volt, igen, ugye, igen. És sőt, bocsánat, ez mi kijutottak? Hát mi? Hát azt hiszem a törökökkel szemben, a török VB bronzéves volt talán Törökország, igen, ugye? Igen, és rajtuk jutott túl. Tehát azért ez nem volt olyan rossz az a lett válogatott. Nem, hogy nem volt rossz, de volt szansz. Igen. Nem értünk itt a 3-1-re. Nem is tudom, valaki megsérült és álló helyzetbe fejelt gólt. Emlékszem. Tehát ő nem tudott lépni. Nem tudom, ki fejelte a harmadik gólt. Itthon megsérült és nem tudott mozdulni se. Bárki volt. És a helybe állt. Nem emlékszik? Igen, hogy nem tudott lépni és gólt fejelt. Ki volt? Na, de mindegy, már elfelejtettem. De tudom, hogy meg nem tudott mozdulni. És fejbe rúgta valaki. És az az érdekes, hogy ugye... Hogy kint én azt gondolom, hogy talán egy kicsit biztonsági játékot kellett volna játszanunk. Ugye vitt minket a hév előre, hogy itthon nyertünk simán, hogy akkor biztos kint is. Magukat vitte, vagy utasításra? Nem, én szerintem minket. Ugye én most Imre Vá sem mondta, hogy nyilván... Nem ellene, mondani akartam, de nem. De hogy úgy volt, mert ugye... Csak arra, hogy úgy fogalmazott. Igen, azért. De nem, hogy szóval mentünk előre, mondom, az első 10 percre rúgtunk 8 szögletet. Tehát mindenki azt hitte, hogy hát ugye itthon nyertünk simán végül is, mert tényleg sima meccs volt, akkor ott is. Csak hát ugye minden meccs. Már egyet ugye kapáltak, ez a srác rúgott egy gyönyörű gólt, elvitte, és onnan ugye magyar, sajnos ki kell mondani a magyarok milyenek, szétesett teljesen. És hát milyen volt hallgatni egész pályafutása során? Mert abban szerencsés volt, hogy bárhol játszott, mondom, imádták, és állt a keresei, gól, kenő gól. Hát mindenhol, és akárhol játszott, mindenütt nyomták, angyalföldön is. Igen, hát itt ugye ki... Szerette a Vasast? Nagyon, nagyon. Én a mai napig tényleg úgy vagyok vele. Az, hogy ugye sajnos el kellett mennem 3 éve, amikor ugye visszajöttem a Vasasba. Hát ugye meg kétszer is voltam. Igen, igen, megnyertük ugye az MB2-t, igazából simán, mondjuk tényleg jó játékosok alkották, és ugye följutottunk MB1-be, ugye volt még egy éves szerződésem, nyilván 38 éves voltam, nem rám kell építeni a csapatot. Beállogattam, azért rúgtam 3 gólt, ugye 8 meccsen, és az utolsó meccsem, emlékszem, a Honvéd ellen volt az utolsó meccsem. Azt azért sajnálom egy picit, ugye a Mikékkel is beszéltünk, a Vancsa Mikék. Már ő azt mondja, hogy nem tudták, hogy lehetett volna ezt talán másképp, hogy tudják, hogy végül is vége itt az NB1-es sztorinak, akkor másképp. Ugye a Honvéd ellen beálltam 25-30 perccel, parádés, hát a közönség vastapsolt, kötény, elvittem, gólt rúgtam. Az igaz, hogy egyszerre a videóton ellen 11 kötény? Igen. Az igaz. Ez hányban volt? Ez 2011. 11 kötény egy meccse? Igen. 2011. Nem rúgták agyon? Nem fogtam. Akarták. Hát biztos. Hát voltak, akinek 3-at adtam egy meccsen. Már meg nem mondom. És hogy... ilyenkor szólt, hogy hopp? Vagy nem, ugye én nagyon élveztem ott. Tényleg egyébként is én élvezem általában a játékot nagyon. De azt, hogy számolt a meccs közben? Hogy honnan tudja, hát igen, 11? Meg de nagyon érdekes, tévés meccs volt. Tévés meccs volt. És ja, hogy a kommentátor számolta? Igen, és a Farogó Ricsi volt a... Ja, Ricsi számolta. Igen, és számolt, és mondja, hogy nem hiszem, hogy a 11. kötényt adja. És akkor azt visszamondták nekem. Azt én sem hittem volna. De
tényleg olyanok, hogy minden szögben, és mindegyik ült, tehát nem az volt, hogy kötény, és akkor elvesztettem, nálam maradt, külsővel, belsővel behúztam, csak ugye az a meccs az 0-0 volt végig, a Halival játszottunk ott, és tényleg jó meccs volt, tehát nem az volt, hogy mennyire jó a vidé, mi is. És, ugye a... és ki volt a videó? A Caneira? Ezek a portugál? Már... A portugál. Nem, hát az nagyon jó. Volt akkor a... Nem, az edző, a de a Cente, a portugál válogatott. Hát ahogy az... mondták is meccs után, ugye Sándor Gyuréka beszéltem meccs után. Már a videót a igen, játékos. Igen, mondta, hogy azt te mondják itt, ezek a... ki ez a gyerek, azt adott 11. Az, az 20-as válogatott volt, hogy igen, 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 igen. De az a komoly futballista, annak is adott? Ja, szerintem igen. És ők kérdezték, hogy ki ez, hány kötényt adott, és akkor mondták. Nem emlékszik rá? Csodálom, emlékszik. Ez nagyon jó játékos volt, tudom, a ritka ki, kevés. Tudom, hogy ki... A Percente, az penge volt, nagyon meg... Tehát ez, tehát azon nem látszott, tudom, hogy az tényleg válogatott szint. Nem tudom, hogy annak adtam, de lehet... A vaskor... Nem azért, csak azt hittem, hogy nem. De ki, tudom. Hát az kilógott ebből a mezőnyből. Nem, az jó játékos volt nagyon. És akkor ott mondták meccs után, hogy kérdés, mondták, hogy Gyuriék, te figyelj már, ő 30-as magyar válogatott. És akkor hát látszik, hogy ez, és pedig akkor már azért megettem a kenyerem nagy részét. Igazán szólt a Caneira, hogy ki ez az ember? Ez mindenki bekötény ezt az egész csapatunkat. És mondják, elviszük hát, a Sportinghoz. Mondják, hát ő 30-as magyar válogatott azért, hát igen, látszik, hogy... De ugye amit? Még így a vége felé azt megkérdezem, hogy mindig, amikor mondtam, hogy beszéljünk erről arról, mindig mondta, rúgtam 8 meccsen 3-at, 5 meccsen 2-t, hogy... És maga nem csak azért volt jó, mert érezte a kaput, mert érezte, meg jól rúgta a szabadrugást. Mert 11-es persze, a szabadrugás. Hát nem, hát nem mindegy, de ha a szabadrugást, mindegy, persze. A 11-es persze. Hanem, hogy magában az volt a jó, hogy maga érezte a játékot. Az persze két külön tulajdonság. Igen. Two in one, igen. Ugye gót. Rúgni, az más. Aki ügyesen fut, az nem biztos, hogy tud gólt rúgni. Igen. És aki tud gólt rúgni, az nem biztos, nem hogy ügyes. Igen. De magában mindegy. Én a legjobban azt szerettem, de maga mindig, sosem mondta azt. Ha én nem hozom szóba a kötényt, szóba se hozza. Igen. Tehát, hogy mindig a gólra, hogy magának, persze a futball gólra játszák, de aki penge, annak nem olyan fontos a gól mégsem, és maga mindig gólra. Tehát fél óra alatt is 8-on mondta el, hogy itt rúgtam ezt a gólt. Azt, igen, de én azt gondolom, és tényleg ez így van, és sokat beszélgettünk, hogy például maiakból, és mindenhol elmondom, hogy az hiányzik, az a sava, foci savaborsa, hogy egy látványos, de hogy az ember kimegy. Jó, de maga mégis a gólról beszél. A gólról, igen, mert nyilván ugye mert a csatárt... nem kritika. Igen, nyilván azt minősíti a csatárt, hogy rúgolt, mennyi gólt rúgolt. Igen, de én belül én tudom, hogy én sokszor volt, hogy nem rúgtam. Persze, fiatal voltam, mondani. Elégedetlen én voltam. Én ott is élvezném a maga játékát, Komáromba lemegyek, fogadom, egy kapura se rúg. Igen, fogadom, most hogy is, lenne most is 10-12 volt. Olyan, amit a többi nem csinál. De most is volt, és azért mondom, de, hogy... Szóval nem kell ahhoz, nem a persze. Nem kell ahhoz a gól, nyilván, de akitől de a gól... De hogy ez furcsa, mert egy ilyen futballista, aki érzi a játékot, hogy ennyire a gólra... Igen, de én azt is éve, mondom, egy kötény miatt volt, a Peti is... Gól miatt nem adná el. Gól miatt nem. De azért mezőnyben, hogyha van olyan szituáció, akkor simán meg is. Meddig játszik még? Hát nem tudom, még ezt az évet biztos. Nem az lesz, mint a kerületnél, hogy játszottam, és akkor ugye volt egy évem, és télen azt mondták, hogy már nem kellek. Szabadrugást ne engedj át. Ha benn van, akkor még... Árugtam most osztályzón is egy nagyon nagy szabadrugás volt. Itt nézték, hogy letettem a labdát, ugye bal oldal ballábas szögből. A kis karcsit emlékszik, a kis karcsit, a Vasasban is volt. Ott van. Ja, nálam, tudom. Ballábas. Igen. Letettem a labdát. Mondom, ez 1-0. Nézd, tényleg, mondom, figyeld, ez 1-0. Fogtam, előre, és visszarúgtam a kapusnak a jobb kezéhez, ugye a hosszúba. Óriási gól lett. És jött össze, te megmondtad? Hát mondom, tudom, hogy megmondtam, mert éreztem, hogy ez bemegy. Jó, néha nem megy, most is volt szabadrugás, belerúgtam. De ez nem keserít el. Mert akkor úgy vagyok, hogy majd lesz még egy, vagy még kettő, vagy ha nem lesz, akkor most sajnos nem lesz. De így élvezem ezt az egész. Kimaradok még edzés után, rúgdosok szabadrugásokat, még ma mai napig, meg fogadok. Fölteszi a bábukat? Föl is tesszük a bábukat, meg szoktam játszani kapusokkal, hogy kirúgja rám a labdát, egy átvétel, és akkor egy kólába, hogy mennyit rúgok be belőle. És? Hát azért... 5-ből? 3-at szoktunk, én 3-ból 2-t vállalok, ugye 16 és 22 között.
És akkor mondom, ez nekem ez középről, a... vagy hogy? Hát ahonnan éppen, mondom, ez a korrekt. Az én számomra is. Hát tudja mit. Örülök, hogy itt volt. Én is köszönöm. Tudja, hogy nem szoktam nagyon ízelegni. Tudom, jó köszönöm. Volt, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Olyan volt, amilyen. És nem is, nem volt kétségem felőle, hogy olyan lesz, amilyen. Magával könnyű műsort csinálni. Köszönöm. Ha jobb helyre születik, lehet, hogy akár még Ibrahimovics, nem tudom ki, és lehetett volna, nem kicsi ugyanaz. Ibrahimovics. Hát, mindegy. Igen. Na, még egyszer örülök, hogy itt volt a nézőknek. Köszönöm a figyelmet. Szépen. Kenesei Krisztiánt. Hát, én nem is tudom, Keneseinek hívták, Kenőnek hívja mindenki. Igen. Szóval Kenesei Kenő Krisztiánt látták, hallották. Köszönöm a figyelmüket, egy hét múlva találkozunk, a viszontlátásra.